Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent, és énekeljük együtt a 378. ének első versét. A 378. énekünk így kezdődik. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 11. részének első 13 versében, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Lukács evangélium a 11. részében így szól Isten igéje. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek föl, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik őt kérik. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk!
Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, hálásan köszönjük neked ma mindenek előtt a te türelmedet. Köszönjük, hogy annak ellenére magad elé engedsz minket, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. Köszönjük azt a csodát, hogy a Szentírás betűin és az emberi bizonyságtétel szavain keresztül te magad tudsz megszólítani bennünket. Dicsőítünk téged és valljuk, hogy te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van, és valljuk, hogy a te beszédednek ma is teremtő hatalma van. Annyira rászorulunk arra, hogy te, a mindenható és jóságos Úr, hozzál létre az életünkbe olyasmiket, amik nincsenek meg bennünk. Annyira szűkölködünk minden igazság és jóság nélkül, annyira nem jellemző ránk az érdek nélküli szeretet, az el nem fogyó béketűrés, az a csöndes belső öröm, amit te kínálsz a tieidnek, Jézus Krisztus, és ami nincs meg a mi szívünkben. Köszönjük, hogy így is jöhetünk eléd. Szinte nincsen parancsod, amit meg ne szektünk volna csak az elmúlt napokban is. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük, hogy te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Kérünk, tartsd a te igéd tükrét ma is elénk. Engedd, hogy meglássuk minden fogyatkozásunkat, nyomorúságunkat, erőtlenségünket, tisztátalanságunkat. Ajándékozz meg azzal, hogy fájjon a bűn, és hogy bizonyosak legyünk abban, hogy aki megvallja és elhagyja, ó, mely boldog lesz az. Te légy az, aki feloldozol, aki új kezdést kínálsz, aki bátorítasz arra, hogy ne egyedül küszködjünk tovább saját romlott természetünkkel, hanem veled járjuk az utat. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ő tegyen képesekké erre minket. Áraszt ki ránk most a te lelkedet. Csak a te lelked tudja igazán igévé tenni azt, ami hangzik. És a te szent lelked tud minket is fogékonyakká tenni mindarra, ami tőled jön, ami jó és igaz és a javunkat szolgálja. Segíts úgy hallgatni az igét, hogy annak megtartói legyünk. Hogy ne az engedetlenségünket szaporítsuk, hanem engedelmességünkkel megnyíljunk előtted, és beáradjon életünkbe a menny. Köszönjük, hogy ezek nem szép üres szavak és nem üres vágyak, hanem mindez valóság lehet a te nagy kegyelmed által. Így munkálkodj most bennünk, igéd és lelked által, és segíts minket növekedni az alázatban, a szent életben, hogy tudjunk téged dicsőíteni, azokat, akikért felelősekké tettél, igazán szeretni, és mindenkinek hasznára lenni. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ézsaiási igével hirdetem, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Édesatyánk, szeretnénk alázatosan megismételni most ezt a fontos kérést. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Amen. Segítségével az ő üzenetét hirdetem nektek, írva található az imént hallott részben, a Lukács evangélium a 11. részének első 4 versét. Újra olvasom. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik.
Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, az esztendő hátra levő vasárnapjain a mi atyánkot fogjuk tanulmányozni. Minden vasárnap egy-egy mondatát. Méltán kérdezhetné valaki, hogy minek tanulmányozzuk azt, amit a legtöbben kívülről, vagy helyesen, magyarosan, könyv nélkül tudunk. Nos, éppen ezért szeretnénk tanulmányozni, hogy ne csak kívülről tudjuk, hanem belülről is. Hogy szívvel, lélekkel tudjuk mondani. Hogy ne csak idézzük, hanem tudjuk valóban imádkozni. Hogy benne legyen a lelkünk is, és benne legyen az értelmünk is. Olyan sokat vétünk mi a mi atyánk ellen, nem véletlenül írta azt Luther Márton, hogy a mi atyánk a legnagyobb mártír, olyan sokat kell szenvednie, amiatt, hogy sokszor lélek nélkül és figyelmetlenül ledaráljuk, elhadarjuk. Úgy teszünk, mintha imádkoznánk, és közben talán csak a szánk jár, de a gondolataink egészen másút vannak. És lehet, hogy sok szépet el lehet mondani erről az imádságról, azt, hogy ezt imádkozzák talán a legtöbben a világon, több mint egy milliárd ember bizonyos, hogy ismeri. Talán ez volt az az imádság, amit az édesanyánk legelőször tanítgatott nekünk, és ennek egy-egy foszlányát még azok is ismerik, akik egyébként messze sodródtak Istentől, vagy soha nem is voltak az ő közelében, de ha egy-egy temetésen hallják, ismerősen cseng egy-egy mondat a számukra, és talán meg is kívánják, hogy megtanulják. Mégis nagyon sokat vétünk ez ellen az imádság ellen, pontosan az ellen az Isten ellen, akihez ezt imádságként mondhatnánk, de nagyon sokszor nem azt tesszük. Talán ha egy kicsit jobban értjük, hogy mit is jelent egy-egy kifejezése, egy-egy kérése, akkor jobban tudjuk majd imádkozni is. Hiszen Jézus ezzel az imádsággal nem csak egy imát hagyott ránk, hanem mintegy összefoglalta azokat az alapszempontokat is, amik imádsággá tesznek valamit, amit mondunk. A mi atyánk minta is, modell, amiről leolvashatók azok a fontos ismérvek, amitől imádság valami, amit Istennek címezve elmondunk. Ma még nem magát a mi atyánkot szeretném magyarázni, hanem egyrészt szeretném a testvérek figyelmét az imádkozó Jézusra irányítani, másrészt éppen ezeket az alapszempontokat szeretném majd elsorolni, amiket leolvashatunk a mi atyánkról, mint minta imádságról. Mit tudunk meg az imádkozó Jézusról? Ilyen egyszerű tényeket, amit itt is olvastunk a bevezetőben, hogy történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, egyik tanítványa odament és ezt kérte: Uram, taníts minket imádkozni. Ezek szerint Jézus szokott imádkozni. Ez nagyon banális megállapítás, de mégis a gondolkozó ember fölkapja rá a fejét, hogy miért? Miért kellett neki imádkoznia? Az Isten fiának, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Mire lehet neki szüksége? Mi az, amit kérnie kell az atyától? Mert a mi fejünkben a legtöbbször imádság egyenlő kérés. Ha szükségünk van valamire, megyünk Istenhez és kérjük. Ha nincs szükségünk, akkor nem imádkozunk. A legtöbben nem. Ha baj van, ha már csak az imádság segít, akkor megpróbáljuk.
áltani nem álthat, mondta a múltkor valaki nagy bölcsen. Pedig álthat. Ha valaki lélek nélkül ledarálja például a mi atyánkot, azzal vétkezett. Képmutató. Úgy tett, mintha imádkozna, de sem a szíve, sem az értelme nem volt benne. Nos, Jézus nem így imádkozott. Jézus úgy imádkozott, hogy megkívánták tőle. Először is úgy imádkozott, hogy lehetett látni is. Ő nem beszél egyfajta személmességről, miszerint az imádság az az embernek olyan belső dolga, ami nem tartozik senkire. Imádkozott ő úgy is, hogy csak ő volt ott, és az atyával beszélt. De ezek szerint imádkozott úgy is, hogy lehetett látni, sőt, lehetett hallani. És udvariasan megválta ez a tanítvány, amíg befejezi, de utána azonnal odament, hogy Uram, én is így szeretnék imádkozni, mert én nem így imádkozom. Ez valahogy sokkal több. Ha ez az imádság, aminek én itt most tanúja voltam, akkor az, amit én művelek, nem biztos, hogy imádságnak nevezhető. Taníts engem imádkozni, mert nem tudok. Nem tudjuk, hogy mit kívánt meg Jézustól. De nyilvánvalóan sokkal bensőségesebb volt. Sokkal inkább benne volt az egész imádkozó Jézus, mint ahogy az illető megszokta. Valami olyan többlet jelent meg az atya és az egyszülött fiú kapcsolatában, amire minden hívő vágyakozik, hogy ilyen kapcsolatom lehessen az egyszülött fiúval, az én Urammal, és ő érette az én mennyei atyámmal. Itt a gyermek imádkozott. És ez egészen más, mint amikor ima szövegeket mond valaki. Olyan sokféle tévedés él a fejünkben az imádsággal kapcsolatban. Hallottam meghatározásokat. Valaki egyszer azt mondta, hogy az imádság a tehetetlen ember próbálkozása. Nem jellemző? Egy bizonyos határig Isten nélkül egymagamban is elboldogulok. Nincs ő rá szükségem. De amikor elérkezem a lehetőségeim határához és tehetetlenné válok, akkor próbálkozom, hogy hát ha itt be lehet kapcsolni Istent. És ilyenkor imádkozom. A Biblia egészen mást mond az imádságról. Más valaki azt mondta, hogy a vágyakozó ember illúziója. Sok mindenre vágyakozunk, amit nem tudunk elérni saját erőnkből. És akkor biztatjuk, vigasztaljuk magunkat, vagy próbálunk reménykedni abban, hogy esetleg túl lehet jutni a holtponton, és van egy ilyen illúziónk, egy ilyen vágyunk, elképzelésünk, hamis reménységünk, hogy hátha a jó Isten segít. Hol van a Bibliában ilyen Istennel kapcsolatban, hogy hátha? A hívőnek bizonyossága van. Amit ő megígért, arra bizton számíthatunk, ott nincs hátha. De amit ő megígért, ehhez ismernünk kell őt, az ő ígéreteit, hinni kell abban, hogy ő igazat mond, és arra ráállni. És ezen az alapon lehet igazán imádkozni. De ilyen háthákra nem válaszol Isten. Vagy nagyon sokan úgy gondolják, hogy az imádság a vallásos ember kötelessége. Hát egy derék vallásos embernek imádkoznia kell, nem? Hát ez magától értetődik. Ezzel szerez jó pontokat Istennél, vagy esetleg ezzel vezek el le bűnöket. Kiszabnak rá pönitenciát, ennyi meg annyi mi atyánkot mondj el. Nem szörnyű, amikor büntetés lesz az imádság. Úgy bűnhődöm, hogy el kell mondanom az imádságot. A Biblia egészen mást mond az imádságról. És Jézus ima élete egészen más tükröz. A Szentírás azt tanítja, hogy az imádság nem a tehetetlen ember próbálkozása, nem a vágyakozó illúziója, és nem a vallásosnak a kötelessége, amit teljesítenie kell, hanem a gyermeknek az előjoga. Egy nagy lehetőség, amit csak az tud gyakorolni, aki már gyermek. Aki Isten gyermekévé lett, és ki lett azzá, János 1.12, sokszor idézzük, akik Jézust befogadták, azoknak megadja azt a kiváltságot,
hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ezek meg jönnek az atyukhoz és mondják. Akkor is, ha éppen nincs mit kérniük. Hát persze, hogy akkor is. Hát jól néznénk mi kiszülők, hogyha csak akkor állnának szóba velünk a gyerekek, ha valamit kérnek. Hát ahol szeretett kapcsolat van, ott beszélgetnek. Sokszor úgy is, hogy nincs különösebben mit megbeszélni. Amikor először beszélgettem több órán át, még akkor menyasszonyom sem volt a feleségem, udvaroltam neki, és hazamentem, és édesanyám azt kérdezte, hogy mit tudtatok 3 óra hosszáig beszélgetni az Enikővel. És nem tudtam hirtelen elmondani, hogy tényleg miről is beszélgettünk. Egyszerűen jó volt mellette ülni, egymással nézni, és beszéltünk erről, arról, ami nyelvünkre jött. Lehetséges, hogy magvas nagy gondolatok nem is hangzottak ott el. És akkor az hiába eltöltött idő volt. Az egy szeretetbe ágyazott beszélgetés volt, amiben formálódott a kapcsolatunk, a későbbi házasságunk. Hát ahol szeretet van, ott beszélgetés van. Ott nem akkor rohanok oda, ha segítségre van szükség. Egészen hamis és torz elképzelések élnek sokak fejében az imádsággal kapcsolatban. Mert sokan nem ismerik, hogy mit jelentene Isten gyermekének lenni. És Isten gyermekeként beszélgetni az atyával. És minden alkalmat megragadni arra, hogy beszélgethessek vele. Többször használja az Ószövetség az imádsága ezt a kifejezést, hogy kiöntötte az ő szívét az Úrnak. Ami éppen benne van. Megbántottak és keselgek. Elmondom az atyámnak. Hát kinek mondjam el? Mint annak, aki a legközelebb van hozzám, és aki leginkább tud segíteni rajtam is, a helyzeten is, meg azokon is, akik érintve vannak még. Hát neki mondom el. És nem várom meg a vasárnapot, hogy majd 10 órakor elmondom, de még az estét sem, hogy hazaérek, és akkor elmondom, már útközben elmondom. Kapaszkodom a villamoson, löknek jobbról-balról, és beszélgetek az atyámmal. Mert szeretem, mert a közelében vagyok, mert érdemes vele megbeszélni mindent, mert ez óriási kiváltság, és élek ezzel a lehetőséggel. Ezt jelenti imádkozni. És Jézus mindig így imádkozott. Valószínűleg ezért van az is, hogy szüntelenül imádkozott a legelképesztőbb helyzetekben. Szándékosan nem mondom azt, hogy sokat imádkozott, mert akkor mindjárt megkérdezi valaki, hogy mennyi az elég. Mint hogyha ezt lehetne szabályozni az emberi kapcsolatokban is. Szakadatlanul imádkozott, amikor csak lehetősége volt rá. És ha egész nap nem hagyták, mert nagyon sokat dolgozott, akkor a tanítványokat elküldte aludni, ő pedig fölment a hegyre, és az éjszakát az Istennel való imádságban töltötte. Az éjszakát. Amikor nagypéntek táján újra és újra elolvasom a szenvedés történetet, mindig fönnakadok Jézusnak ezen a szomorú mondatán, amit Péternek mondott, hogy egyetlen órát nem tudtál velem imádkozni. Testvérek, mikor imádkoztatok ti egyetlen órát? Ez ismeretlen a legtöbb embernek. Nem az a fontos, hogy sokat, az a fontos, hogy szüntelen. Hogy legyen meg a helye az életünkben, amikor csak imádkozunk, és aztán egyébként mindig, amikor csak lehetséges. Még munka közben is, nem munka helyett, és nem a munka rovására. Az imádkozó ember megtapasztalja azt, hogy éppen, hogy segíti a munkáját. Az, hogy akár még munka közben is, ha az lehetséges. Tartja a kapcsolatot az ő atyával. Meg előtte, meg utána, meg mindig. Mert az ő személye a legfontosabb, aki meghatároz mindent. Jézus rendkívül elfoglalt volt, hogy ezt a szót használjuk. Úgy örülök annak, hogy több evangélista szinte naplószerűen leírta Jézusnak egy-egy napját. És abból kiderül, hogy mit csinált ő reggeltől estig, és milyenek voltak a napjai. Hogy korán reggel kezdte, hogy még meg se érkezett, már betegek sokaságát cipelték oda. Azokat meggyógyította, de mindenkihez volt egy jó szava is. Akkor tanította a sokaságot, akkor közben 4 szem közt kellett beszélni valakivel, aki ugyanúgy elrontotta az életét, mint ahogy közülünk sokan. Akkor szeretett volna félrevonulni a tanítványokkal aféle munkaértekezletre, hogy kiértékeljék a történteket. Alig, hogy belekezdtek, már meg kellett szakítani. Megint másokkal foglalkozott, és ez így ment reggeltől estig. Akkor éjszaka imádkozott.
ha ahhoz nem volt fizikai ereje, kora reggel, még szürkületkor kimenvén egy puszta helyre imádkozott. Valahányszor élelmet adott másoknak, imádkozott, felemelvén a kezét vagy azt a kenyeret, ami benne volt, hálákat adott. Bár az asztali imádságot ezzel a szent komolysággal tudnánk mindig elmondani, hogy Jézus példáját követjük ebben is. A legképtelenebb helyzetekben egyszer csak megszólal és imádkozik. Kiderül, hogy miközben másokra összpontosít és másokért dolgozik, aközben is kapcsolatban van az Atyával. És mindig közvetlen közelről szólította meg az Atyát. Én olyan sokszor rajta kapom magamat, hogy a 61. Zsoltár élvényes rám, hogy mert én szívem nagy ínségből, messze földről kiáltja felségedet. Ezt is szabad. És miközben messze földről elkezdek kiáltani, és az még nem is imádság, csak kiáltás, egyre közelebb enged magához, vagy vonz magához, és egyre inkább imádsággá válik, amit mondok. Messziről is el szabad kezdeni. De Jézus sose volt messze. Mindig onnan közvetlen közelről. Csak két jelenetre hadd utaljak. Lázár sírját körülállja a falu lakossága. Vannak bámész emberek, kíváncsiak, pusmognak, megjegyzéseket mondanak. Megvan a véleményük Jézusról. Ha előbb érkezett volna, meggyógyíthatta volna, most már minek jött, már 4 napja eltemettük. És Jézus egyetlen mondattal imádkozik. Egyszer csak úgy megszólal, ez úgy benne van a folyamatosságban, törés nélkül. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én mindig, hogy te meghallgatsz engem. És akkor beszól, hogy Lázár, jöjj ki. És kijön a halott. Ott is az Atya közelében volt. Nem ott kell imánkodni, könyörögni, hogy jaj, Atyám, ugye látod, milyen sokan vannak, hogy rászorulnak a segítségre, ugye fogsz segíteni, csak most az egyszer, csak az én kedvemért, meg amiket mi szoktunk mondani, szó sincs ilyenről. Állandó közelségben van a fiú az Atyához. Csak megköszöni, hogy az Atya cselekedni fog. Ugyanígy van egy másik jelenet a Máté 11-ben, ahol Jézust megint jobbról-balról támadják, mindenféle rágalmat zúdítanak rá, meg kényes kérdéseket tesznek fel, csapda kérdéseket. Ő válaszol a kérdésekre, nem mindegyikre, amelyik azt se érdemli, meg arra nem. És egyszer csak megszólal, megint törés nélkül úgy folyamatosan, hogy Atyám, hálát adok neked, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek kijelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Aztán folytatja tovább a sokaság tanítását. Nem két külön dolog az, hogy ő dolgozik és imádkozik. Az, hogy ő él és időnként imádkozik. Neki ima élete van. Az az élete, hogy imádkozik. És imádkozva dolgozik. És áthatja ez az Atyával való szoros közösség, a vele való szüntelen beszélgetés az egész életét. És ezért bír annyit, és ezért lehet tőle még lopni is gyógyító erőt. Gondoljunk a vérfolyásos asszonyra, aki titokban hátulról, de hittel él hozzá, és meggyógyul, és árad Jézusból a gyógyító erő és az igaz beszéd, az üdvözítő szeretet, mert állandó a kontaktus az Atyával. És Isten nekünk az imádságot erre adta. És Jézus Krisztus erre ad nekünk példát. Nagyon fontos lenne, hogy nézzünk bele az ige tükrébe, és engedjük, hogy Isten megújítsa a mi ima életünket, és legyen egyáltalán ima életünk. Szoktunk-e mi egyáltalán imádkozni? Mikor szoktunk? Hogyan szoktunk? Ezekre a kérdésekre adjunk ma nagyon becsületes választ. És merjük megkockáztatni azt, amit Luther Márton, aki szintén nagyon elfoglalt ember volt, legalább olyan, mint közülünk a legelfoglaltabbak, amit ő írt le, aki megtanulta, hogy mi az imádság szerepe a hívő életében, és azt írja, hogy ha egy napon 2-szer vagy 3-szor annyi feladatot kell elvégeznem, akkor reggel 2-szer vagy 3-szor annyi ideig imádkozom. Mi meg fordítva tesszük, lefaragunk az elejéből is, a végéből is, mert ma nagyon sok dolgunk van,
aztán végig rohanjuk a napot, este meg szánjuk, bánjuk, hogy mit rontottunk el, és mit mulasztottunk el. Pedig lehetne másként is. Jézus erre tanít minket. És szóljunk még röviden azokról az alapszempontokról, amiket Jézus a mi atyánkban elénk ad, amiket megtanulhatunk, és alkalmazhatunk a magunk imádságaiban. Hogy a mi atyánkot minta imádságnak adta, azt mutatja az is, hogy a Máté 6-ban, ahol a hegyi beszéd közepébe ágyazva elmondja a mi atyánkot, Jézus így szól, hogy ti azért így imádkozzatok. Nem csak azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, ezt is, de így. Ha a saját szavaitokkal imádkoztok, akkor is így. Ezeknek a szempontoknak megfelelően. Mert az lesz igazi imádság, és az lesz áldás nektek, és szolgálja Isten dicsőségét. 5 ilyen szempontot tudtam leolvasni a mi atyánkról, most csak röviden említem őket, majd ha Isten éltet minket, a későbbiekben kifejtjük. Az első mindjárt az indítása. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A testvérek már nagyon képzettek és sokszor hallották azt, hogy itt Jézus egy olyan szót használ, amit a kisgyerekek mondtak abban az időben az apjuknak. Tehát nyugodtan mondhatnánk, hogy apu, apuka. Ennyire bizalmasan szabad megszólítanunk a mindenhatót, de rögtön utána teszi, hogy aki a mennyekben vagy. Ilyen mély tisztelettel szabad csak megszólítanunk a mindenhatót. Bizalom és tisztelet együtt. Ez az első szempont. Így kell megtanulni imádkozni. Nem kell különösebb ünnepélyességgel. Nem kell abból nagy ügyet csinálni, hogy csak bizonyos helyeken, bizonyos szent időkben, bizonyos kegyes fordulatokkal szabad imádkozni. Ez butaság. Őszintén kell imádkozni. Aki, ami a szívemben van, azt mondjam el. Olyan bizalommal, ahogy egy kisgyerek az őt igazán szerető, vele foglalkozó, vele együtt élő apját szólítja meg. Ahogy úgy odaszalad, sokszor semmi más mondani valója nincs, csak fölnéz onnan a mélyből, és azt mondja, hogy apu. Ezzel a bizalommal, de azzal a mély tisztelettel, amit az Ószövetség így mond, hogy a sarunkat levéve, magunkat Isten előtt megalázva, mint akik tudjuk, hogy ez nem természetes, hogy mi azt mondhatjuk, hogy apu. Ez csoda. Erre ő hatalmazott föl, és mondjuk csak, de ezzel a mélységes, mély tisztelettel, hogy én most tudom, ki előtt állok. Ő az Isten, és én ember vagyok. Ő a teremtő, és én teremtmény vagyok. Ő igaz és szent, én pedig tele vagyok bűnnel. És mégis maga elé enged. Az egyszülött fiúra néz, és ő rá való tekintettel a fogadott fiakat is magához engedi. Bizalom és tisztelet együtt. Nagyon sokszor valamelyik, vagy mind a kettő hiányzik az imádságaimból. A másik jellemvonása az, hogy az Jézus imádságának a központja mindig az Atya volt, és nem ő. Tehát nem az imádkozó körül forog az imádság, hanem a címzett, a mindenható Isten a középpontja. Figyeljük meg, hogy az első és a harmadik harmada Istenről szól, a középen van az úgynevezett mi rész, hogy a mi kenyerünket és a mi bűneinket. Kenyerünket add meg és bűneinket bocsásd meg. De azzal kezdődik, hogy a te neved szenteltessék meg, a te akaratod legyen meg, a te országod jöjjön el, és a végén megint legyen tiéd egyedül a hatalom, az uralom és a dicsőség. És amikor a kenyerünkről meg a bűneinkről van szó, akkor is a benne vetett bizalmunkat fejezzük ki, tőle kérjük, tőle várjuk, és neki köszönjük meg. Mert ebben az nagyon fontos, testvérek, hogy aki csak felszínesen és sok téves gondolattól fertőzötten szokott imádkozgatni, az valamit akar Istentől kapni. De igazából nem Istent keresi sok ilyen ember. És Jézus erre tanít minket, hogy az imádság Istenhez visz közelebb. Ő vele hoz kapcsolatba. És ha átéli a hívő, hogy ő magához engedett, közel vagyok hozzá, atyámnak, apunak szólíthatom,
de nagy tisztelettel. Akkor ezek után szinte fölösleges sorolnom neki, hogy most mit adjon meg. Hát megvan írva, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ő jól tudja, én sokszor nem jól tudom. Oly sok butaságot kértem már életemben Istentől, és többször hálát adtam, hogy nem adta meg, amikor később láttam, hogy mi lett volna abból, ha megadja. Szabad azért sorolnunk a butaságainkat, és ő azt megbocsátja. De fontosabb ő maga, mint amit tőle kérünk. Mérhetetlenül több az atya, mint ajándékainak az összessége. Mi jellemzi a mi imádságainkat? Az-e, hogy benyújtjuk a rendelést, vagy az-e, hogy kinyitjuk a szívünket? És telítődhetünk ő vele magával, az ő tisztaságával, szentségével. A harmadik jellemvonása a mi atyánknak, hogy belefér az egész világ. És az igazi imádságban mindig belefér az egész világ. Legyen meg a te akaratod úgy, ahogy a mennyben, a földön is. Az egész univerzum benne van. Hiszen az egész univerzumnak a teremtője és tényleges uralkodója az a mindenható, akihez én az imádkozó most beszélek. És ezt nem szabad elfelejtenem. Sokszor olyan szűk körön belül mozognak az imádságaink. Vannak emberek, akik nem is tudnak sok mindenért imádkozni. Ugyanaz a néhány kérés ismétlődik nap mint nap az imádságaikban. Tulajdonképpen kötött imádságot mondanak, amit ők fogalmaztak meg valamikor, de aztán azt mondogatják, mondogatják újra és újra. Nem jut eszükbe Isten dicsősége, a másik ember, sokféle lelki és testi nyomorúság, szűk körűek az imádságaink. Isten ezt ki akarja tágítani. És szembe szokták állítani sokan a mennyet a földdel. Vannak, akik azt mondják, hogy az imádkozó a mennybe függessze a szemeit, mert ez lelki dolog. Mások azt mondják, hogy annak semmi értelme nincs, itt kell nekünk hasznosakká válnunk. Hát ez nem két különböző dolog és tevékenység, ez ugyanaz. Amikor az imádkozó a mennybe függeszti a szemeit, akkor veszi észre, hogy itt a földön mire akarja őt használni az ő atya. És akkor fogadja el azokat az ajándékokat, amiket továbbadhat itt másoknak. Hát hányszor van az, hogy imádság közben juttat eszembe Isten olyan személyeket, neveket, címeket, feladatokat, amiknek szerinte akkor érkezett el az ideje. Hány olyan látogatásom volt, amit a magam által összeállított programot féltéve, így imádság közben fölismert feladatként elvégeztem. És többször úgy fogadtak ott, hogy lelkész úr magát az Isten küldte ide. És nem is tudták, hogy milyen igazat mondanak. Nem én terveztem el, ő küldött, és nekem is ez volt a nagy boldogság, hogy ime érthetem az ő szavát. És ez a közben lett világos, miközben a mennybe függesztettem a szememet. Olyan szép az a történet is az evangéliumban, mikor Jézus szintén egy átdolgozott nap után a tanítványokat átküldi a tó túlsó partjára, ő pedig ott még imádkozik, és akkor ezt olvassuk, hogy imádsága közben látta, hogy hogyan vesződnek az evezőkkel, mert vihar csapott le a Genezáreti tóra. Írja még azt is a Márk evangélista, hogy milyen messze voltak már Jézustól. Nem fizikailag látta, de miközben imádkozott és az atyára koncentrált, aközben lett világossá számára, hogy azokon ott most mindjárt segítenie kell. És ment és segített. Hát ez egy dolog, a hívőnek az atyával való közössége és a többieknek való szolgálata. És éppen akkor van áldás a szolgálatunkon, hogyha a mennybe függesztjük szemünket. Belefér az egész világ. A negyedik az, hogy belefér az egész ember. Olyan szépen követi egymást a két kérés, a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kenyér és a bűn, a testiek és a lelkiek. Jézus ezt se szakította el, és főleg nem állította szembe soha. Egész nap tanítja a sokaságot, és este jól tartja a sok ezer embert kenyérrel, mert ha éhesen mennek haza, kidőlnek az úton. Visznek hozzá egy beteget, azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Az emberek néznek egymással, kibeszél itt bűnről, ez beteg, meg kéne gyógyítani. Rendben van, de Jézus itt most a lélekkel foglalkozik először,
és mindjárt utána azt mondja, kelj fel, és vidd haza azt a holdágyat, amint téged hoztak ide. Bűnbocsánat és gyógyulás. Evangélium, és jól tartja őket kenyérrel. Ezt a jézusi látást kapja az, aki helyesen és mélyen imádkozik. Olyan sokszor valamelyikről eltolódik a hangsúly. Nekem mindig a szívem szól össze, amikor szülők arról beszélnek, hogy mit megtesznek a gyerekeikért, és mi mindent megadnak nekik, és ők ebben mennek tönkre, de nem baj, rááldozzák az életüket. És abban a mi mindenben sokszor semmi lelki nincs. A gyerek tőlük soha nem hallott igét. Soha nem láthatta őket imádkozni, mint a tanítványok Jézust. Soha nem tanította őket imádkozni. Csak legyen rajta jó cucc, meg táplálkozzék egészségesen, meg építsük ki az összeköttetéseket, hogy fölvegyék mindenhova. Ez minden. Nincs lelke a gyereknek. És azzal ki fog foglalkozni. És így tovább, most nem sorolom a példákat. Olyan vészesen egyoldalú a szemléletünk már, következésképpen a gyakorlatunk is. Jézus a mi atyánkkal arra tanít, hogy aki helyesen imádkozik, annak az imádságában mindig benne van az egész ember. És végül mindig benne van a másik ember. Két részlete is kifejezi ezt a mi atyánknak, mindjárt az első szava. Nem azt mondja, hogy atyám, hanem mi atyánk. És hogyha valakinek én is azt mondom, hogy atyám, meg a másik is, vagy én is azt mondom, hogy mi atyánk, meg ő is, hogy mi atyánk, akkor mi alig, ha nem testvérek vagyunk. Ha neki is atya, meg nekem is. Erre figyelmeztet mindjárt az elején, hogy mi testvérek vagyunk. És ha ő ellenségesen viszonyul hozzám, akkor is testvérek vagyunk. A bűn állított szembe minket egymással, mint az első testvérpárt is, Kaint és Ábelt. De ha elkezdek érte imádkozni, kiszorítja az imádság a szívemből a haragot, a keserűséget, a gyűlöletet, és lehet, hogy nem tudom még igazán szeretni, de abban egyre bizonyosabb leszek, hogy valahol mi összetartozunk. És én a magam részéről legalábbis nem vagyok hajlandó ellensége maradni. Ő lehet, hogy egyelőre még az, de én nem. Óriási fegyver az imádság, a gyűlölet a keserűség ellen is. És ezért következik aztán később, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Mára tehát ennyit, de legyen ez tükör most előttünk. Jézus imádkozott, szüntelen imádkozott, nagyon sok munkája közben is imádkozott, egyebek közt ezért lehetett olyan áldott az ő földi élete. És erre ad nekünk példát. A mi atyánkból, mint minta imádságból pedig megtanulhatjuk, hogy az igazi imádság alaphangja a bizalom és a tisztelet, középpontja Isten és nem mi, belefér az egész világ, sokkal tágasabb horizontú imádságokkal kell eljutnunk, belefér az egész ember, testi és lelki dolgaink, és belefér mindig a másik ember. Összekapcsol minket egymással. Az énekes könyvünkben sok szép imádság van. Az egyik ilyennek a végét énekeljük el most. A 251. éneknek a 7. és 8. verseit, Rádai Pál szép imádsága ez. Imádlak téged, Urát kezdetemnek, Urát végemnek s egész életemnek, főszerző okát a természetnek, halálnak urát és kegyelemnek. Imádlak téged, egyedül uramat, nem vetem másban én bizodalmamat. Bizalom és tisztelet egymás mellett. A 7. és 8. verset énekeljük.
Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk, és köszönjük, hogy te a legjobb földi atyánál is áldottabb és jobb vagy. Köszönjük, hogy nem olyan vagy, mint egy igazán jó földi apa, hanem mi földi apák közelíthetnénk meg valahogy azt, amilyen te vagy. Segíts ebben előben lépni. Megalázzuk magunkat előtted, és megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor mi is csak a bajban kérünk segítséget tőled. Megvalljuk, hogy sokszor ott van bennünk az a bizonytalanság, hogy hát ha meghallod és segítesz. Bocsáss meg, ha azt gondoljuk, hogy kötelességet teljesítünk, amikor imádkozunk. Köszönjük, hogy nagy lehetőséggel élhetünk. Könyörülj rajtunk, hogy mindnyájan hadd legyünk a te gyermekeiddé, és hadd tudjunk mi Jézus nevében és a Szentlélek által imádkozni. Hiszen tudjuk a te igédből, hogy csak a te lelked mondhatja igazán bennünk, hogy Abbá, Atyám. Olyan nagy szükségünk van rád, és olyan messze sodoródunk sokszor tőled, és még észre sem vesszük. Köszönjük, hogy most a te világosságodban állhatunk. Segíts változni, és változtatni mindazon, ami elválaszt tőled, ami szembeállít másokkal. Szabadíts meg önzésünktől, szűklátókörűségünktől, hitetlenségünktől. Szeretnénk őszinte bizalommal és nagy tisztelettel imádkozni ezentúl hozzád. Ajándékozz meg ma még olyan csenddel bennünket, amiben beszélhetsz velünk, és adj nekünk halló, értelmes szívet. Add értenünk felséges hatalmadat. Könyörülj meg rajtunk, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat és minden parancsodat, és örömmel tudjunk engedelmeskedni neked a test és az egész környezetünk ellenkező hatásával szemben is. Hadd legyünk a te boldog gyermekeid, akik egyre jobban ismerünk és szeretünk téged, akik megtanulunk szüntelen imádkozni, akiknek a munkáját is megszenteli, hogy veled kapcsolatban vagyunk. Így kérünk most téged, Jézus Krisztus, taníts minket imádkozni. Könyörgünk hozzád az emberiségért, az evangélium terjedéséért, minden nélkülözőért. Könyörgünk hozzád a szomszédországban zajló eseményekért. Olyan jó tudnunk, hogy te azokat is kezedben tartod. Könyörgünk a mi népünkért, szerte ezen a világon és itthon ebben a kicsi országban. Könyörgünk egyházunkért. Drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást, és bátoríts minket is, hogy a te igéd szerint merjünk élni, és tudjuk azt nagy szeretettel másoknak is megvallani. Könyörgünk hozzád azokért a fiataljainkért, akik most Kárpátalján szolgálnak. Tedd őket ott áldássá, és áld meg a mi ottani testvéreinket is, sokféle nehézségük között. Köszönjük, hogy te feljebb, mint elgondolni tudjuk, meghallgatsz minket. Segíts most a csendben is imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Egy kisgyermek keresztelőjére készülve énekeljük a 251. ének első három versét. 251. ének meghódol lelkem, te néked nagy felség. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bővölködővé az egymás iránti és mindenki iránti szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fedhetetlenekké az Isten színe előtt. Amen.